Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, ezúttal a klímaváltozásról lesz szó. A klímaváltozás az egyszerűen egy olyan ajándék, amelyik folyamatosan csak ad. Ezt fogjuk kihasználni ez alkalommal. Megnézzük, hogy hogyan alakul a klímaváltozás, valamint a klímaváltoztatás az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban. Egy pár cikket pedig be fogok mutatni ennek a hatásáról. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Azon már bizonyára túl van mindenki, hogy ez egy összeesküvés elmélet volt, nem is olyan régen az időjárás módosítás. Ez Conteónak számított, és mindenki őrült volt, aki elfogadta ezt, vagy egyáltalán erről beszélt. Míg mostanra oda jutott a világ egy érdekes fordulattal, hogy a TheGuardian.com weboldalon a következőket olvashatjuk. Az USA partjainál végzett klímaváltoztatás növelheti a hőhullámokat Európában, derül ki a tanulmányból. A tudósok szabályozása szólítanak fel, tengeri felhő fehérítés negatív hatású regionális alkalmazásának megakadályozása érdekében. Ez a tengeri felhő fehérítés, pontosan nem tudom, hogy magyarul mi a kifejezés, világosítás, de arra utal, hogy valamilyen kémiai úton vagy mesterséges felhőket hoznak létre, vagy pedig extra anyagokat juttatnak a felhőbe, hogy a sugárzást visszaverjék. A Guardian azt írja erről, hogy ez egy olyan geomérnöki technológia, amelyet a kaliforniai magas hőmérséklet csökkentésére terveztek, és ez véletlenül fokozhatja a hőhullámokat Európában. A tanulmány rámutat, hogy a célzott beavatkozások, amelyek egy adott területen egy évszakra csökkentik a hőmérsékletet, átmeneti előnyökkel járatnak egyes népességcsoportok számára, de ezt meg kell vizsgálni a világ más részein jelentkező esetleges negatív mellékhatások függvényében és az idővel változó hatékonysággal egyetemben. Nem csak tehát az a probléma, hogy ez egy időszakos megoldás, ami feltételezhetően később káros hatással van, vagyis rombolja a környezetet összességében véve és rontja a helyzetet, de adott pillanatban a világ más pontjain negatív hatással van az időjárásra. Bízom abban, hogy annyit sikerült már megértenie mindazoknak, akik nézik ezeket a videókat, hogy minden mögött van számos olyan célkitűzés, ami meghúzódik, és azok határozzák meg valójában az eseményeket. Az egyik itt az természetesen, amire ki fog térni a cikk is, hogy létre akarnak hozni egy újabb nemzetközi szerződést az országok között, amely szabályozza a geomérnöki technológiákat. Ez pedig közelebb visz minket ahhoz az új világrendhez, vagy világkormányhoz, amelyen mesterkednek ezek az emberek. De ha folytatjuk a cikket, a tanulmány szerzői szerint az eredmények ijesztőek, mivel a világon kevés, vagy semmilyen szabályozás nincs érvényben annak a technikának a regionális alkalmazására, illetve ennek megakadályozására, amely a tengeri felhő világosító technológia néven ismeretes. Ez során fényvisszaverő aeroszolokat általában tengeri só vagy tengeri permet formájában juttatnak az óceán feletti réteg felhőkbe, hogy több napsugárzást verjenek vissza az űrbe. Én kizártnak tartom, hogy ez hatékony ez a módszer, nemhogy visszafele veri majd ez a hőmérsékletet, hanem bent tartja itt a Földön. Még amikor én gyerek voltam, arról beszéltek, hogy a felhők akármit csinálnak, és akkor azok visszaverik, visszatükrözik ide a fényt, ugyanúgy, ahogy visszaveri a fényt a világűrbe idézőjelbe. Azért jöttem ide önökhöz, hogy elmondanám, hogy mi hülyeség, mi nem az. A beérkező fényt, ami menne vissza a Földről, visszaveri ide a Földre. Hiába csökkenti tehát a belső fény mennyiségét, az, ami már itt van, az bent ragad, és ugyanúgy melegíti tovább a felszínt és a hőmérsékletet. Persze ez csak az én elméletem, de nehéz másképp gondolni erre, hisz, hogy ha azt a fényt megakadályozza, akkor ezt is meg kell, hogy akadályozza, hogy kimenjen. Pont ez a lényege ezeknek az eljárásoknak. Minden, amit mondanak nekünk,
az csak azért van, hogy a tudatlan tömegeket elaltassák valamivel, hogy ők csinálnak, ők megtesznek mindent annak érdekében, hogy nekünk jó legyen. Szakértők szerint az ellenőrzés hiányossága, magyarán az, hogy nincsen szabályozása ennek nemzeti vagy nemzetközi szinten, azt jelenti, hogy a kevés akadály létezik, hogy egyes országok, városok, vállalatok vagy akár gazdag magánszemélyek megpróbálják módosítani helyi éghajlatukat, még akkor is, ha ez a máshol élő emberek kárára történik, ami versenyhez és konfliktusokhoz vezethet a beavatkozások miatt. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!